Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ebben az evangéliumi szakaszban Simon, András, Jakab és János meghívás történetét hallottuk. Jézus tanítványi közösséget alapít. Az egyszerű halászok pedig, akik elhagyják a biztosat, az eddig megszokott életüket, Jézus Krisztus után indulnak. Jézus pedig hivatást ad nekik, küldetést ad nekik. Számunkra, bencés szerzetesek számára sokszor felteszik a kérdést, vajon miért lettünk papok, miért lettünk szerzetesek? Miért választottuk azt a hivatást, ami nem annyira illik bele egy mai gondolkodásmódba, egy mai világképbe? Én személy szerint a nagyszüleimnek, a nagymamáimnak köszönhetem a hivatásom csíráit, amikor is a buzgó vallásos nagymamák elvittek a templomba, és együtt imádkozhattunk velük. A plébánosom pedig egy szelíd lelkipásztor, aki közösséget alkotott, meghívta a minisztránsokat arra, hogy részt vegyenek az Isten tiszteletben, bátorított bennünket. Középiskolás koromban a Cucor Gergely Bencés gimnáziumba jártam, ott tanultam, és ott ismerkedtem meg a bencés atyáknak a lelkiségével, egy hiteles életformával, egy imádságos élettel, amely tele van munkával, amely a tanításra alapul. Példákon keresztül találkozunk a hivatással, és találkozunk Jézus Krisztus meghívásával. Ezért minden keresztény ember számára nagyon fontos, hogy miről tanúskodunk, mire adunk példát. A hivatásokkal kapcsolatban talán a legfontosabb, hogy példát adjunk az evangéliumi örömre. Emberek halászává teszlek titeket. A halász ételt ad az embereknek. És ez a mai világ is nagyon is éhezi és szomjazza az igazságot. Jézus azt mondja: boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mi is az igazság? Amikor az ember meg tudja különböztetni, hogy mi az igazán jó, mi az igazán szép, és mi az, ami az üdvösségre vezet bennünket. A halászok begyűjtik a halat. Hova is? A bárkába. Tihanyi bencés apátságunk barokk címerében szerepel egy hajó. Ez a hajó a benne ülőkkel viharba keveredik. És ez a hajó halad a szikla felé. A sziklán pedig áll egy püspök. Az egyházat szimbolizálja.
Az életünk egy szikla felé halad. Sokszor megéljük, hogy viharba keveredünk, hogy nem találunk biztos talajt az életünkben. És akkor, ahogy itt a címeren is látjuk, a püspök egy horgonyt nyújt. Horgonyt, amely a reményt szimbolizálja számunkra. Meg tudjuk találni ezt a reményt, hogyha hiszünk, hogyha szilárd a hitünk, és hogyha tudjuk gyakorolni a felebarát iránti szeretetet, amelyre Jézus hívott meg bennünket.